Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Törsök Márta, a Szabad Színház művésze, csókolom a kezét. Először is gratulálok. Az egyik gratulációm csak az elmúlt napokról, ahogy elmondhatom, hogy Pál István fesztiválon, ami az amatőr színjátszás egyik, azt mondom, hogy legrangosabb elismerése, ha valaki ugye a legjobb színészi alakítás díját kapja, hát ön kapta ez évben is. Majton fél élet című darabja, a másik pedig egy héttel, igen, Janusz Ritsosz monodrámája, a Holdfényszonát, amit mi is láttunk, az pedig az Aranydeszka Fesztiválon kettős díj, hiszen a közönség a legjobb női alakítás díját szavazta önnek, igen. A rangos szakmai grémium, tehát a zsűri pedig a legjobb színészi alakításért vehette át a díjat, úgyhogy gratulálunk, nagyon szépen köszönöm. A másik a ünnepünk pedig a 25 esztendős volt szombaton a Színtér Egyesület. Azt tudjuk, hogy 1958-ban alakult a Szabad Színház jogelődje, de ez nem is fontos. A Színtér Egyesület azt hiszem, hogy a független színház egyik alapja mindeneskül Magyarországon. Remek előadások voltak, mi magunk is végigkísértük, beszámoltunk róla. Én azt mondtam, hogy szívet melengető volt Nagy Judit, Adorján Viktor, ugye a Laboratórium című kötete, Grotowski életét elevenítette fel, illetve mindazt, amit a független színházakért tett, és nem különben Szilágyi Maja, illetve Szikora János előadása is nagyszerűek voltak. De sokkal fontosabb megvizsgálni a független színházak, a szabad színházak helyzetét, ami azt mondom, hogy igéző. Mielőtt azonban beszélgetnénk, nézzünk meg egy olyan felvételt, amely tavaly készült. Az elmúlt esztendőben az Aranybulla Művészeti Napok vendége a Szabad Színház volt, és ezt az ominózus Májton fél élet című darabot adták elő, igen. És most kérem kollégáimtól a bejátszást. Megkezdődött az Aranybulla Művészeti Napok rendezvény sorozata. A hagyományos találkozó kínálatában ez évben is meghatározó a színház. Idén a Szabad Színház mutatkozott be. Nagy Judit rendezésében John Myton fél élet című drámáját tekinthette meg a színház szerető közönség. Myton darabja valós társadalmi problémát, a környezetünkben élő generációk együtt és különélésének lelket feszítő ütközéseit boncolgatja. Elnézést kérek, ezt nem állál. Tudja, apám nem eszik rendesen, nem szedi be a gyógyszereit, azt hiszem depressziós vagy mi, de tudja, addig gondoltam, hát ha tetszik neki csak így ideiglenesen, de ha tetszik, akkor itt is maradhatnak. Tudja, az az igazság, hogy nagyon rosszul vennék ki magát, hogyha történne vele bármi, és engem tennének felelősség a haláláért, vagy ilyesmi. Azt kell, hogy mondjam, hogy a környezetemben élő családoknál is találkozunk ezekkel a problémákkal, hogy mit csináljunk azokkal az idős emberekkel, akik már mutatják a demencia jeleit, ön és közveszélyesek mondjuk egy társasházban, mert esetleg attól lehet tartani, hogy elfelejti, hogy meggyújtott-e a gázt, elfelejti-e lezárni. Ugyanakkor pedig vannak olyan pillanataik, amikor nagyon élénkek. És akkor ilyenkor, hát a 40-es, 50-es korosztály azon kezd el gondolkodni, hogy egy ápolónőt szerezzen emellé, vagy az idősek otthonába adja be, ahol talán jobb élet vár rá. És ahogy az idősek otthonába kerülnek ezek az idős emberek, kicsit az otthon fogjaivá is válnak, a gyerekeik fogjaivá is, mindenkinek lelkiismeret furdalása van, és erről nem illik beszélni, még baráti társaságban sem. A színház viszont olyan közeg, ahol a mű van, és én vagyok, és mindenki saját magának megtalálhatja a válaszait. Tehát ezek a válaszok léteznek, ugyanakkor én azt tapasztalom, és azt hiszem, hogy ez egy tipikus circulus vitiosus, tehát egy hibáskör, igazi és jó választ nem tudunk adni. Lehetséges ez?
Lehetséges, de én azt gondolom, hogy ha beszélünk róla, ha gondolkodunk róla, akkor mindenki úgy érzi, hogy ez nem csak a saját problémája, hanem ez egy közösség problémája, és esetleg talán a saját válaszát megtalálhatja, ha felveti a kérdést. De nagyon sokan fel sem merik vetni a kérdést, még magukban sem, otthon sem. Szervusz, mama! Szervusz! Hogy érzed magad, mama? Nagyszerűen. Történt ma valami érdekes? Nem. Semmi különös. Te azért jó vagy? Persze, jó, de hát minek kérdezed annyit? Kópék küldtek neked egy képes lapot, mama. Kell olvassam? Igen, légy szíves. Kedves Klára, üdvözlünk Floridában. Az évszakhoz képest hűvösebb az idő. 15-én megyünk haza, utána meglátogatunk. Csókol Marjorie és Jim. Milyen kedves. Nagyon kedves. Tényleg rendet kéne tennünk már ebben a szempénybe ma. Holnap nem jövök el hozzátom. Érdem. Le kell mennem az egyetemre. Klára rektor. Valószínűleg ki akar nevezni a pszichológia tanszéknek az élére. Hát ez nagyszerű. Hát ez nagyszerű. Hát akkor legalább el tudod intézni, hogy az elsősöknek ne kelljen csinálni azt a sok marhaságot. Miféle marhaság? Hát azokat az ostoba ugratásokat. Na, a tanszékvezetőként nem az elsősökkel kell foglalkoznom. Az egyetem történetében én leszek a legfiatalabb tanszékvezető, erre nagyon büszke vagyok ma. Az első nap, amikor iskolába mentél, nagyon féltél. A többi gyerek mind szaladgált, futkosott. Te meg belekapaszkodtál a szoknyám szélébe, a tanítónő sem ír téged onnan elcibálni. De nem emlékszem. Haza kellett téged vinni. Nem ittad meg a gyümölcslét, mamma. Nem. Többet kellene innad, azt mondta a nővér. Nem, vagy otthon. Ez az otthonod, mamma. De úgy gondoltam, hogy otthon a házamban. A házadat eladtuk, mamma. Miért? Mert gondoskodásra volt szükségem. Én mindig tudtam magamról gondoskodni. A memóriát, mama, a memóriát már nem a régi. Hát a telefonszámomra pontosan emlékszem. Mi a telefonszám? Na figyelj csak. Na. 7-0-3-6-2-0-9. Na. Stimmel. Na, látod, hogy megy ez. És mit vacsoráztál, mama? Nem mentem le. Miért? Mert nem jött, beértem a partnerom. De mama, hát szörnyen éhes lehetsz. Megyek, megpróbálok neked valami nem ivalót keríteni. Azt köszönöm. Szervusz, drágám! Szervusz! Ki kinek a fogja? Kivel osszuk meg kétségeinket? Beteljesedhet-e egy kapcsolat? Meg annyi kérdés, exakt válasz nélkül. Az alapvető probléma az, ugye, hogy a fiatalok, mint nálunk is, ugye, komoly problémát jelent, hogy a fiataloknak komoly problémát jelent, az idős szülő. És nem csak az, hogy idős a szülő, hanem ebben a darabban még azzal is megtetéződik, hogy az idős demenciával küzd,
az idős úr pedig, hát alkoholizál, megbízhatatlan, tehát nem lehet egyiket, az egyiknek sem lehet kiszámítani a következő lépését. Na most a társadalmi probléma itt, én úgy gondolom, hogy a felelősség kérdése. A fiataloknak az idősek iránti felelősség érzete, hogy mi az erkölcsös, hogy mit lehet megtenni egy időssel, hogy megszabad-e tenni, hogy beteszem egy otthonba, és a lelkiismeretemet elaltatom vele, hogy bemegyek hozzá reggel, délbe, este, amikor csak időm van, vagy hogy kiszolgálom őt olyan szerekkel, amit az intézmény tilt, hogy egy kis alkohollal, egy kis cigarettával, hogy most akkor mi az erkölcsös, hogy leveszem a terhet magamról azzal, hogy ezeket megteszem neki, és akkor én nyugodtan alszom, mert azt hiszem, hogy ő jól érzi magát, holott erről szó nincs. Mert mindenki otthon érzi jól magát. Ennek tükrében léteznek hiteles válaszok? Miként látja, megkapjuk azokat a válaszokat? Megkaphatóak egyáltalán? Én úgy érzem, hogy nem. Úgy érzem, hogy nincs meg a megfelelő válasz. Tudnilik, a generációs különbség az abban is megmutatkozik, úgy vélem, hogy a fiatal is másban látja a megoldást, és az idős is másban. Az idős szeretne hazamenni, de nem tudja ellátni magát otthon. Hiába hivatkozik arra, hogy ő mindig el tudta látni magát, ez csak egy szép emlék. A fiatal meg azt mondja, hogy hát nem tudom ellátni, mert nekem dolgoznom kell. És amikor lehet, jövök, de hát ez nem megoszva. Nem, én úgy érzem, hogy ez egy megoldatlan probléma. Hallom viszont, hogy van egy új lakó. Igen. Tudom, találkoztam a lányával. Van lánya? Igen. Anna. És? Anna. Hasonlít az anyára? Nem tudom, az anyát nem ismerem. És mennyi ideig voltak együtt? És egyáltalában milyen évet élünk most? Sajnálom, mama, nem tudom, hogy mire gondolsz. És hogy van, Susan? Gondolom, jól, mama. És miért nem hozod el egyszer? Elváltunk már, mama. Én azt szeretném, hogyha végre boldog lennél. Jó, meg vagyok így is, mama. Aggódom miattad. Ja. És nem érzed magad nagyon magányosnak? Köznapi párbeszédek, megoldást kereső zaklatott gondolatsorok, tűnődések, töprengések. Kérdőjelek halmaza, mindez mindenfajta optimista végkicsengés nélkül. Ez a probléma, mármint az idős embereknek a problémája és az idősekkel való gondolkodás, az szerintem nem megoldott probléma még, és hát úgy érzem, hogy igazán sosem lesz megoldott. Ez átszövi a mindennapjainkat, miként látod? Én úgy látom, hogy igen. Sajnos az a helyzet, hogy ebből a szempontból nem állunk jól, sőt egyre rosszabbul állunk, és egyre nehezebben tudjuk kezelni az időseket. Most akár a nyugdíjakat nézzük, akár azt, hogy akkor, amikor egy ember kevesebbet tud tenni a társadalom érdekében, munkájával vagy egyéb hozzájárulásával, akkor nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. El kellene őket tartsuk, csak ez nem nagyon megy. Tulajdonképpen optimista darab végkiszentségése vagy sem. Tehát azt látjuk, hogy megoldás nincs, tudjuk is, hogy nincs megoldás. Nem úgy van ez, hogy mintha van egy rács a két generáció között, és mindenki fogoly? Nem érzem azt, hogy mindkét generáció fogoly lenne, de azt is érzem, hogy ezt a problémát nem tudja kezelni egyik oldal sem rendesen, és a darab is ezt mutatja, hogy nem sikerül megnyugtató választ adni erre a kérdésre. Itt az apjával beszélgetek. Szeretnénk, ha eloltoznánk. Miért nem? Mert nem akarják, hogy kárt tegyél magadban apa. Ebben magának is van egy beleszólása, nem? Nem tarthatják örökké megkötözve.
aztán nincs bele szó. De leíváztam sokat. A Szabad Színház művészei minden esetre bizonyították, jó úton járnak, és bármely kihívásnak képesek megfelelni. Igen, ezt megismétlem. Tehát bármely kihívásnak, és azt hiszem, hogy ezt a szakmai grémium is észrevette, jelesül Görcsök Enikő, Matuz János és Adorján Viktor ebben az esztendőben is, hiszen a darab kapta a fődíjat, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, és ön élete legjobb női szereplődíja, ami azt hiszem, hogy megint csak egy fontos elismerés. No, de ez tavaly volt, és én azt szeretném, ha egy kicsit visszamennénk még tovább az időben. Gyermekfővel mondhatom ezt, azt tapasztaltam, hogy minden tűzről pattant kicsi lány színpadra vágyik. Ez ennél hogy volt, kedves Igen, Márta? Igen, én is pontosan így voltam. Pontosan így voltam, de amikor aztán idősebb lettem, akkor ugye más is eszembe jutott persze, de hogy beszélni mindegyik foglalkozásba sokat kellett, az biztos. Szóval, hogy ebbe közös volt más egyéb elképzelésem, de meg kell mondani, hogy nekem csak a nagymamám hitte el, hogy ezek egy valós vágyak lehetnek esetleg. Ugye a környezetem nem nagyon. Nem nagyon. Nem voltam egy szerepelni vágyó kisgyerek. Zajos voltam, de nem, szóval nem akartam szavalni mindig, meg ide-oda penderülni, ahogy ezek a kislányok szeretik. De ugye a vágy bennem élt. Tehát nem a tükör volt a legjobb barátja? Nem. A vágy bennem élt, és még annyit, hogy ha ilyen magán dolgokról lehet beszélni, hogy hát egyke voltam. És hát ennek az összes hasznával, és vagy áldásával, és átkával, mert hát magam, szóval sokat kellett magamba lenni. És én nagyon sokat játszottam mindenfélét, hogy ki vagyok, mi történik velem. És ez egy biztos jó iskola is volt. Bizonnyal. Amikor családot alapított. Igen. És hát ugye 4 gyermek, édesanyja. Igen, igen. Mit mondott a lelke Jobbik fele, a férjére gondolok, amikor előjött a vágy, és ugye ez tettekben is megvalósult, hála Istennek ma már tehetjük hozzá, igen, hogy a pedagógus lét mellett színpadot is választ önmagának. Hát egyrészt voltak előzményei, mert amikor mi megismerkedtünk, azért ő tudta, hogy én szívesen és szeretettel végzem ezt az igen nagyon kellemes és szívet melengető elfoglaltságot. A másik dolog meg, hogy hát ő ezt elfogadta. Elfogadta. És akkor, amikor én a gyerekek miatt úgymond akadályoztatva voltam, mert hát nem volt elegendő idő, akkor én ebből úgy kivonultam, és meg kell mondani, hogy nem sajgott a szívem, tehát nem szerzett ez nekem álmatlan éjszakát, hogy én nem játszatok, nem mondom, hogy nem jutott néha eszembe. És akkor, mikor mielőtt megszületett volna a 4. gyerekünk, akkor visszatértem a színpadra, és hát meg kell mondani, addig játszottam, amíg belefértem a jelmezbe. És az megint egy nagyon jó időszak volt, arról nem beszélve, hogy a Boldizsár Péter vezette a színpadot, és hát én belecsöppentem itt egy egészen más hangulatú, másfelé néző csoportba, mint amiből én eljöttem. Mert én még abból a Álljunk be és ne mozduljunk című pódiumjátékos rendszerbe, ahol mindenki olyan puritán volt, és akkor székekkel dolgoztunk, mert az a legutolsó lekopott, lepusztult művelődési házba is volt 2 szék. Tehát, hogy mindenhol képesek voltunk játszani. Most annak a régi rendszernek, ugye, vagy módszernek megvolt ez az áldása, hogy nem kellett hozzá furgont bérelni, hogy
eljussunk A-ból B-be, mert elég volt az, amit ott találtunk. Ugye a 60-as éveket közepét írjuk. Pontosan, pontosan, amikor igen. Amikor Cseh Tamás szerint tetőzött az ifjúsági probléma. Így van, így van. És akkor volt olyan, hogy nem volt hangszer, mert egy hát zenés darab volt, de nem a mai értelembe vett zenés darab, de énekeltünk benne, meg némi neműleg azért valami táncmozdulat is történt. És hát a harmónium, amivel Bávavi Mária tudott volna bennünket kísérni, az egy roncs volt, az csak kívülről látszott hangszernek, és szereztek egy tangó harmonikát, és hát azt ketten húzták, a Babi meg mintha zongorázott volna a harmonikán. Hát elképesztő volt, de megcsináltuk. Tehát tele voltunk ilyennel, mondom, úgy éreztük sokszor magunkat, mint a vándorszínészek. Igen, de egy nagy, igen, mert nem tudtuk, hova érkezünk, mibe érkezünk, kik lesznek ott, lesznek egyáltalában. Szóval, hogy hideg lesz, vagy meleg lesz. Szóval, hogy mindenki számíthatatlan volt, de hát egyrészt fiatalok voltunk, tehát egyáltalában nem zavart bennünket ez. Másrészt meg hát nagyon szerettük csinálni. Igen, hát a független színházak, az amatőr színházak igen. Reneszánsza, azt hiszem, hogy talán nem létezett olyan település, ahol ne lett volna hát egy, az igen. egy színkör, igen. És színjátszó csoport, mindegy, hogy hívjuk. Igen. És azt hiszem, hogy az a millió, ami körülvette, az hiányzik persze, eltelt az idő. Viszont íve van az egész történetnek, pontosan ezért, hiszen azért ön azok közé tartozik, akik össze tudják hasonlítani ugye a következő időszakot, mondjuk igen. azt az időszak, azzal az időszakkal, amikor tényleg áldatlan körülmények várták önöket. Hát most mit mondjak, hála Istennek, vagy az, hogy sajnos, nem is tudom hirtelen, melyik lenne talán jobb. Talán mindkettő hiteles. Jó, van, igen. Hogy annyiban változott a helyzet, hogy egy kicsit elmozdult az igazi színház irányába. Tehát a vállalkozó kedv, vagy a bátorság a színház csináláshoz, az úgy megszűnt. Vagy ha nem is szűnt meg, hát nyilván nem szűnt meg, de nem olyan erőteljes. Holott a tehetségek megvannak. Megvan, és biztos, hogy most is képesek lennének, nem csak a fiatalok, hanem mondjuk az idősek, hisz én magam is, amikor bátorítást kaptam arra, hogy a Holdfény szonátába térdre essek, ez egy új eleme ennek az egész darabnak, tehát az, hogy ki tudj, nem a darabnak, hanem az én kiteljesedésemnek ebbe a darabba. Hát és azt mondták, hogy hát akkor essek nyugodtan térde, ha én ezt úgy érzem, és megteszem, tehát, hogy fölkelek, és volt olyan, hogy utána odajött egy hölgy hozzám, hogy úgy kellett visszafogni a férjét, mert majdnem felpattant fölsegíteni engem. Hát ez egy érdekes helyzet lett volna, nem tudom, mit csináltam volna, ha odajön, de ez egy más dolog. Tehát, ez a régi szín, tehát a 60-as évek színháza az a mozgásnak, tehát a testnek és a hangnak volt az elegye. És volt idő nyilván, meg voltak olyan színpadok, ahol a mozgás került előtérbe, lehet, hogy azért, mert akik oda jártak, alkalmasabbak voltak erre, hiszen nem ebből éltek, itt azt használta a rendező, amilyen anyag a rendelkezésére áll. Volt olyan, ahol mind a kettő elfért. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye említette, hogy kiteljesedett. Ez nyilvánvaló megmutatkozott a szerepekben is. Mennyit kellett változnia időközben? Most itt nem akkorral értem. Mennyit kellett változni, hiszen az alapadottság, a tehetség az adott, mondom én. Ehhez kell némi szorgalom. Készség ahhoz, hogy elfogadja valaki az újat, megtanulja, illeszkedjék a darabhoz, és olyan mentalitású legyen, mert azért egy társulat, pontosan ez a lényege a társulatban, csapatmunka mindenképpen. Tehát így az esztendők során mennyire sikerült ezt megvalósítania? Én nem tudom, én nem akarok
olyan kijelentéseket tenni, ami esetleg arra utalhat, hogy én a birtokába vagyok itt ennek a mesterségnek, mert nem. De én bennem nem változott semmi. Én pontosan ugyanúgy érzek dolgokat, mint akkor, és ezt ugye már elmondtam többször, pont a Holdfény szonáta kapcsán, ami ugye 1965-ben került a kezembe, és végig zokogtam bizonyos részeket. És amikor fölmerült bennem ez a dolog, hogy talán akkor most lehetne valamit csinálni ebből, ami akkor ugyanazt éreztem. Tehát mint 19 éves koromban ugyanazt a hatást érte el bennem, vagy ugyanazokat az emóciókat váltotta ki bennem, mint most. Na most vagy egy koravén gyerek voltam, nem tudom, vagy pedig akik úgy belém költöztek, azok úgy bennem maradtak. Rendkívüli méltósága volt, annyi szent, hiszen én magam is láttam, illetve láttuk mi a kollégáimmal, és ez a monodráma, ez a Rizzos monodráma úgy tűnik, hogy érlelődött önben eleget, hogy egyszerre megvoltak benne a magasságok és mélységek, megható volt, és méltóság teljes. Ez általában is jellemző a pályájára? Most a színpadról beszélünk. Persze, igen. Az a helyzet, hogy amikor én mondjuk ismeretlen dolgokkal találkozom, mondjuk a Klárát vegyük ugye fél életből, akkor én nekem az egy szöveg először, amikor elolvasom. És akkor, amikor figyelmesebben olvasom, akkor úgy föltámadnak az érzelmeim a szereplő felé. És akkor egyszer csak úgy arca lesz, vagy mozdulata lesz rajta valami ruhaféle. Szóval úgy szépen, olyan, mint egy öltöztető baba, úgy szépen lassan, egyszer csak úgy előttem áll teljes egészébe, és akkor már szinte nem is kell megtöltenem érzelemmel, hanem olyan, mint amikor megszületik egy gyerek, és rögtön szeretjük. Nem ismerjük, de szeretjük. Szóval, hogy valahogy így élesz bennem, persze nyilván, aztán a tudatos, van ebbe tudatos rész is, mert hát azért elgondolkodik az ember, hogy milyen érzelmei, vagy milyen gesztusai lehetnek annak, akivel megtörténik, mint Klárával a csoda, hogy egy rövid időre teljesen magához tér, mert ez az megtalált régi új szerelem, ez ő belőle eltörli a bajt. Minden pillanat fontos, amit színészként megél? Egy kicsit önné válik a szerep? Minden. Én a rosszul lét kerülget, mielőtt ki kéne mennem. És akkor ott mondom, hogy kell ez nekem, hát itt vagyok már, édes Istenem, ki sem mondom, milyen régóta, hogy hát kell ez nekem. És akkor egyszer csak úgy ez úgy eloszlik, a szorongás még egy kicsit megmarad, de hogy ez játék. Igen, és meg annyi csodálatos szerep. És akkor a végén szerep. Meg nagyon jól érzem magam. De ez bizonyos értelemben már önnél is, én azt figyeltem meg, hogy kicsivel több, mint szerep. Ez már nagyon is a valóság. És ez köszönhető egyik oldalról a rendezőnek, a másik oldalról pedig egy igazi jó színész, tehát itt most nem hivatkozom, számtalan meg annyi nagyszerű színésznő mondta ezt el. Hát azt ne is, mert azért én... Hát azért én messze vagyok attól. De nagyon nyilván. Fontos, hogy együtt éljen azzal a történettel is. És teljesen mindegy, hogy ez középkori dráma, vagy a mában játszódik, igen. És tetten érhető, igen. A 21. század, vagy a 20. század közepe, de ez mindig így van. És a másik, hogy ugye a többiek nélkül ez nem menne, hát azért ne feledkezzünk meg őróluk, mert a legfontosabbak, hiszen hát amikor én a Gyurival beszélgetek, hát egymásra nézünk, megfogjuk egymás kezét, hát az azért olyan jelzés, olyan erő, olyan energia, hogy szóval ez egy közös játék,
ezt én nem egyedül, meg egyikünk se egyedül hozza, vagy tartja ébren, vagy tartja életbe, de a létrehozása az egy kicsit mindenkinek a magánszférájából. Igen, alakul. Hát fél évszázad nem múlhat el nyomtalanul semmilyen értelemben. Hát nem, sehogy se, az biztos. Beszéljünk a társulatról egy kicsit. Igen. Pontosan ez a lényege, és ez nagyon fontos mondat volt, hogy ugye 4 generáció immáron, a 4. Igen. generáció is pontosan ugyanolyan feladatokkal és felelősséggel bír, mint akik kezdték. Miként lehet segíteni azokat, akik még most az út elején járnak csak? Hát azzal, hogy néznek bennünket, hogy bátorítást kapnak, hogy hétről hétre hogyan változunk meg, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy mitől válik egy közösség közösségi, mert ezt elmondani igazából nem lehet. Ugye benne kell abba élni, hogy a kis apróságokból áll össze ez a dolog, és például az én unokáim is ugye azért megfordultak már a Szabad Színház színpadán, de hogy én nem erőltetem, lássa, kapjon kedvet. És a prikulicsok, ugye ez a gyerekcsoport, ott is az van, hogy vannak gyerekek, akik hát szeretnek oda járni, de hát ők ugye el vannak, ott jól érzik magukat, és vannak olyanok, akikben már most mutatkozik, hogy nem szólt semmit, csak úgy végig totyorog a színpadon, és hát egyszerűen valami jön belőle. Igen, hát előbb-utóbb mindenkinek meg kell tanulnia, hogy a habkönnyű is komoly. Na igen, ezt szeretném még, hogy valami jó kis komédiába, hogy úgy szóval úgy bemenni a színpadra, hogy az ember úgy érezze magát, mint egy vulkán. Ezt például nagyon hiányolom, hogy ez úgy kimaradt az életemből, de hát ami készség nem múlik. Lubickolna benne, Márta? Ó, hát biztos, most próbálunk egy... Ha nem is kérdezte, azért mondhatom, ugye? De még kérdezhetem. Akkor megvárjam. Ne. Hogy egy Hubay Miklós darabot próbálunk, a Magony Imre rendezi, és hát már nem is akarom mondani, egy öreg levitézlet színésznőt játszom, aki eldönti, hogy akkor ő kivonul a világból, vagy az életből, és de hát azért benne van ez a vér, tehát nem tud szabadulni a játéktól se, és akkor ez egy nagyon egy tragikus dolog lesz ez, de nagyon sok játékra ad lehetőséget, és én ezt most nagyon élvezem. És a játszani is enged, de az így van. Igen, úgyhogy nagyon élvezem, mert ebbe hát olyasmiket is csinálhatok, amit eddig még nem. Meg annyi csodálatos szerepem is, van persze. Túl, tehát igen. Nagyon-nagyon sok szerepet játszott, és az mind-mind egy lépcsőfok volt. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy mennyire észleli a közönség szeretetét. Hiszen kedvelik, sőt, mi több, szeretik önt. Önöket. Így inkább, igen. Hogy bennünket, igen. Hogy akkor itt sorba, hogy... Ez a, hogy lépésről lépésre hogyan igen. Változik, vagy az élmények. Mindig gazdagodom valamivel, mindig jön valami új lehetőség, és tulajdonképpen most a Magyar Advent kapcsán, hát 4 perc, 3 másodpercen volt körülbelül, és hát ez alatt meg kellett halni, meg fel kellett támadni. Nagyon, és akkor ezzel a fiatal emberrel, akivel én ott együtt működtem, hogy olyan csodálatos partnerem volt, hogy pedig egy szót se szólt, mert ugye ő volt a halott, hogy hát teljesen át tudta adni magát. És mondom, ez visszasugárzik, ugye. Na most az, hogy a közönség hogy reagál, hát számtalan eset van, hogy... Azt mi érezzük. Hát én úgy gondolom, hogy aki ilyennel foglalkozik, de akár csak egy szónok is, én úgy gondolom, hogy
érezni kell, hogy milyen hatást gyakorol a hallgatóságra, és ez úgy visszajön. Megerősítést jelent? Persze, óriásit. Óriásit. Ugye említette az unokáit, Emma, Kata és Hanna. Igen, igen, igen. Gyönyörűséges ifjú hölgyek az út elején járnak. Igen. A nagymama segít nekik? Én nem erőszakosan, de terelgettem őket, és hát most sikerült a Hannát nem is rábírni, mert ez nem jó kifejezés, hogy ő rögtön mondta, hogy akkor az adventi felolvasáskor a színházba mellém szegődik, mert én az első pillanattól kezdve részt vettem abba, és amikor megkérdeztem, hogy jön-e velem, azt mondta, hogy jön. Tehát ott fogunk majd egymás után, vagy előtt még nem döntött el, hogy melyik részt akarja olvasni, de gyakorol, hogy ott leszünk együtt. Tehát én inkább így, vagy hogy mit tudom én, a zenefele egy kicsit terelgetni őket, de az se, hát merem remélni, hogy nem erőszakosan. Egy alkiról nem esett szó, a igen. Társáról, lelke Jobbik feléről, igen, végig igen, kísérte igen, a pályafutását mindenestől. Igen, igen. Hogyan siker, megbeszélik egyébként a szerepeket? Nem, mert úgy vesz ebbe részt, olyan tapintatosan, és olyan szeretetteljesen, és olyan bizalommal, hogy úgy gondolom eljön, megnéz, és hát biztos nagyon boldog. Mi is nagyon boldogok vagyunk. Úgyhogy így gondolom. És örülök neki, hogy egyrészt vendégül láthattam. Én köszönöm. Elfogadta meghívásunkat, másrészt pedig, hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon várom már a Magony Imre darabot. Mi? Igen. Mert ott leszünk természetesen. És köszönjük, hogy van nekünk. Hát én meg köszönöm, hogy megmutathatom magam. Ugye ez egy ilyen sztereotípia, de hát de erről szól a dolog. Hogy valamit magamból ki tudok. Közhelyes a világ, de szerintem ez így van jól, és köszönjük, jó. Hogy megmutatja magát. Én is nagyon egyszer. Szépen köszönöm. Csókolom a kezét, minden Székesfehérvári Színház kedvelő nevében. Mi ott leszünk. Köszönöm még egyszer. Amíg Szabad Színház, a Szabad Színház. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, vendégem Törsök Márta volt, a Szabad Színház művésznője. Maradjanak továbbra is velünk, járjanak a Szabad Színházba, az Igézőbe, higgyék el, megéri. Viszontlátásra, minden jót kívánok!